seasons. Yeah. Earth seasons. Yeah. A little bit more. Yeah. I'm on the new level. I'm on the new level. I'm on a 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 new level. Brought me a new shovel. Put these niggas in the dirt. Sziasztok! Elkészült végre az applikáció, amit már az Instagramomon láthattatok. Most beszélek nektek erről egy picit ebben a videóban, mivel ugye videózni nem nagyon tudtunk a kéztörés miatt, így az kicsit háttérbe szorult. Meg kellett oldani a problémákat, illetve ugye a munka is nagyon lelassult emiatt. Lényeg a lényeg, hogy elkészült az applikáció, amin már 3 éve dolgoztak a srácok, és ebben az applikációban találhattok egy közösségi részt, ahol egymásnak tudjátok megmutatni az átalakulásaitokat, megosztani egymással az edzéseiteket, a napjaitokat, stb. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy Facebook zárt csoportot, csak annyi, hogy az applikáción belül van, és csak a mieinkkel, a Team Extrazon belül, az online extrák közül. Az applikációra van kétféle előfizetés, van egy 4500-as csomag és egy 9000-es csomag, Pro és Elite előfizetők. A Pro előfizetők azoknak van ugye ez a közösségi rész, van egy feed rész, ahol csak az én posztjaim, a fontos posztjaim láthatóak, ahol az én gondolataim, motivációs szövegeim, vagy videóim, képeim, illetve hasznos információk a testépítéssel kapcsolatban, ezek vannak megosztva. Az appon belül ugye találhattok végtelen sok gyakorlatot helyesen bemutatva. Tudtok edzést csinálni magatoknak. Vannak benne alapedzések, alapedzésprogramok, ez ugye a Pro előfizetőknek. Az Elite előfizetőknek már benne vannak az én edzésterveim, az én edzésprogramjaim. Kerülnek bele edzésmódszerek, folyamatosan vannak frissülő dolgok, tehát folyamatosan kerülnek bele edzések. Tudtok magatoknak is összerakni, ugye, tudjátok logolni, vezetni az edzést. Az applikáción belül ugye elindítottok egy edzést, és még a pihenő időktől kezdve minden meg van szabva. Az edzésnek az időtartama, minden le van vezetve neked. Tehát gyakorlatilag egy olyan applikációt szerettek volna létrehozni a srácok, azáltal, hogy megvásárolták a legkomolyabb applikációkat, megnézték, hogy mi van benne, ehhez mérten csináltak egy olyan átütő appot, amivel nem csak Magyarországon egyébként egyedüliek, de Európa vagy világszinten is kimagasló az, amit ad ez az applikáció. Tényleg nagyon profi, és a srácok azok minden nap dolgoznak rajta, akármi hiba van, hogyha ezt már közlik, akkor másnapra az már ki van javítva. Illetve van egy one-on-one csomag, amiben beletartozik az én online edzésem, amivel kaptok egy személyre szabott étrendet, és ugye velem kontaktban vagytok privátban, ez a privát kontaktolás, ez már Facebookon megy. Itt én szabom személyre nektek az edzéstervet, az étrendeteket, és ugye folyamatosan kapcsolatban vagyunk, és én ugye ezt úgy alakítom számotokra, hogy minél jobb legyen a fejlődés, hogy a folyamatos kontakttal, folyamatos jelentésekkel én ahhoz mérten igazítom nektek az étrendet és az edzéstervet is, mi az, amin változtatni kell ahhoz, hogy folyamatos fejlődést tudjunk elérni. Ugye ez korlátozott számban van, ami nagyon fontos, tehát nem csak az van, hogy elétek vannak dobálva a dolgok, hanem ténylegesen van egy korlátozott szám. Szám szerint 30 emberrel foglalkozok összesen, mivel ugye személyes vendégeim is vannak. Minden nap válaszolok az üzenetekre, minden reggel, minden este, és még napközben is, hogyha van időm, akkor válaszolok rá. Szóval tényleg egy nagyon profi applikációról beszélünk, és szeretnénk még terjeszkedni, úgyhogy csatlakozzatok, megtaláljátok a linket a leírásban is itt YouTube-on, megtaláljátok Instagramomon a biomban, illetve hát ugye sztorizni szoktam róla, úgyhogy ott is majd rá lehet kattintani, van egy highlights is különként, amiben elmondom ezeket a dolgokat, ugyanúgy meg le is van írva. Szóval csatlakozzatok! Sziasztok! Hűha. Valamit figyelni. Egy X. Nem akarod? Nem akarod. Már.
Fogalkozom, csak nem töröm szét. Köszönjük, sziasztok! Köszönjük. Annyi dolog történik velem az életemben, és semmit nem videózok. Tehát amúgy nem lehet soha videó, mert például hetente történik valami, csak soha nem videó. Üzleti út már ugye a verseny. De jó. Föl az emelet. Köszönjük. Na, a Balos az. De úgyis onnan akarsz tudni egy sztorit, ahogy itt vagyunk. Ja. Menjek oda, menjünk Baloshoz. És ez lekötött, meg az, hogy hogyan oldjam meg most a versenyzést emiatt. Kicsit lehúzott az életről az, hogy nem tudtam felkészülni így az ukrajnai profivers, vagyis hát a prókártyás versenyre. Ugye ez a Blade Sport ez számomra csak arról szólt, hogy induljak regionálisan, hogy tudjak indulni profikártyáson. Viszont ugye a csapattal is indultunk többen is. Több első helyet, második, harmadik helyeket tudtunk elhozni, volt negyedik helyünk is férfiak közül, így most mi voltunk a legerősebbek pontszerzésben. Nekem én második helyet hoztam el, srácok közül pedig volt a Gerencsér Norbi versenyzőm, hozott egy negyedik helyet Szabó Márk versenyzőnk, ő is men's physique-ben indult, neki is volt novice-ba első helye, Szabó Geri, ő is hozott két első helyet,
abszolút győztes lett. Szóval így most faszik közül elég erősek lettünk, szerencsére, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Én nekem nyilván nem ez volt a főversenyem, ettől 4 hétre lett volna, meg hát itt most ez az 1 hét is nekem úgy zajlott le, hogy a kéztörés miatt, ugye itt inkább a vízzel való kompenzálás volt, ami nehézkes volt, mivel hiába hajtottam vizet, a szervezet ugye ilyenkor, mivel törés van, vizet akar kötni, szóval ez egy elég ilyen bonyolult folyamat volt. Ahhoz képest amúgy nem volt rossz a vízhajtás, ugye nyilván még fedettebb voltam, mivel nem voltam teljesen kész a versenyre. Ezek nem kifogások. Attól függetlenül az első helyezett, az nagyon profi volt, nagyon be volt készülve, be volt száradva, nagyon szép volt a szabadpóza is, úgyhogy innen is gratula neki. Várom az őszi szezont, hogyha fel tudok normálisan épülni a készsérülésemből időben, akkor megmérettetjük magunkat Fit Parádé színpadán, oda már 100%-osan bekészülök én is, és megyünk oda majd a csapattal is. Az egyik legrégebbi versenyzőmet, Pálmai Zsolt, itt fogom vinni Men's Physique-be profi kártyáért szintúgy, illetve én is klasszikban szeretnék megmérettetni. De többen fogunk indulni, Patriknak a versenyzői is, az én versenyzőim is. Megyünk profi kártyáért, aztán majd inkább belemondjam, magánéleti problémák, dehogy is, az nincs, közben valaki benyitott hozzánk, és bepofátlankodik. Meddig legyünk? Mit tudom én?